legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, mai nap kétszeresen is innen, itt a kegyeli templomban, hiszen egyrészt az évközi 14. vasárnapot ünnepeljük, másrészt a templomnak, az egyházközségnek a búcsú ünnepe van, Sarmos Boldogasszony ünnepe. Ezen az ünnepen tekintünk Máriára, és arra az eseményre emlékezünk, amikor még Jézus születése előtt Mária látogatást tett Erzsébetnél, segítette őt a várandóságának az utolsó hónapjaiban. A szűzanya sok mindenben példakép lehet a számunkra. Kérjük a mai szentmisében az ő közbenjárását, hogy a mindennapi kötelességeinket, a mindennapi munkánkat, feladatainkat mi is hűséges lélekkel tudjuk végezni családjaink körében, munkahelyünkön. A szentmisének a szándékát elhunyt Virág Béláné, Tóth Katalin testvérünkét ajánljuk fel, fohászkodjunk az ő szándékára is. A szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónó, amíg elhagyó Istennek, és neked testvéreim, hogy hosszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én ilyen nagy végtem, élem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok értem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
szent fiadat méhében hordozva, Erzsébetet meglátogassa, add, hogy a Szentlélek indításait mi is hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljuk téged, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek kegyelmében, Isten mindörökké. Olvasmány Szofóniás próféta könyvéből. Dalolj Sion leánya, zeng éneket Izrael, újjong és örvenj egész szívedből, Jeruzsálem leánya. Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzte ellenségedet, Izraelnek az Úr a királya, ne félj többé semmi rossztól. Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez, ne félj Sion, ne lankadjon kezed, veled van az Úr, a te Istened, az erő szabadító. Örül majd néked nagy örömmel, újjá élet szeretetével, örül majd néked újjongó örömmel, mintha ünnepet ülne. A bal sorsod elfordítottam tőled, hogy ne viseld többé a gyalázatot. Ez az Isten igéje.
hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy az én uramnak anyja látogat el hozzá? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária ekkor így szólt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lámezettől boldognak hirdet minden nemzedét. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karjának ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Fölkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezvén irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ezután ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi. Amen. Krisztusban, kedves testvérek, körülbelül 2 évtizeddel ezelőtt történt, amikor még középiskolás voltam, nagyon sajátos rendezvényen vettünk részt, és ott egy sajátos részlet nagyon megragadta a figyelmemet. Egy állami ünnepségről volt, egy állami rendezvényről volt szó, ráadásul még majdhogy nem rá lehetett fogni, hogy pártpolitikai rendezvény is volt. Szerencsére ez most számunkra nem érdekes, de a szervezők úgy gondolták, hogy a színpad fölé hatalmas betűkkel díszesen egy idézetet tesznek fel. És ez az idézet akkor ott nagyon-nagyon beszédes és sokat mondó volt. Az idézet úgy szólt, hogy az idő igaz, és eldönti, ami nem az. Ez az idézet akkor én nem tudtam, de Petőfi Sándornak egy verséből, a Voltak fejedelmek című verséből származik. A költő, bocsánat, hogy ilyen verselemzésbe kezdek, de ebben a verssorban a költő egy nagyon érdekes szójátékot rejt el. És ez csak akkor derül ki, hogy nem csak ezt az egy sort, hanem az egész verset együtt végigolvashatja az ember. Egyrészt, ha halljuk ezt a sort, nekünk is rögtön az első jelentés juthat eszünkbe. Az idő igaz, és eldönti, ami nem az. Vagyis az idő előbb-utóbb mindig döntést hoz. Hogy egy emberi próbálkozás igaz-e vagy sem, hamis-e vagy sem, tévedésen, hazugságon alakul-e, vagy pedig igaz dolog. Az idő előbb-utóbb minden fölött döntést hoz. De volt ennek a versnek egy, vagy ennek a verssornak egy második jelentése is. Petőfi a versben az előző sorokban arról írt, hogy voltak olyan fejedelmek, akik a maguk dicsőségére szobrot emeltek, és a maguk dicsőségét akarták örökre megvalósítani. De aztán változtak az idők, ezek a szobrok ledőltek, és erre mondja tanulságképpen Petőfi azt, az idő igaz, és eldönti, feldönti, ledönti mindazt, ami nem igaz. Kedves testvérek, én azt hiszem, hogy keresztény hívő emberként is nagyon-nagyon igaznak tarthatjuk ezt a verssorát Petőfinek. Hiszen mi is hiszünk abban, hogy a Jóisten maga az igazság, és az ő gondviselése előbb-utóbb minden igazságot megvalósít ebben a világban. Talán nem rögtön, még az is lehet, hogy nem a mi életünkben, de előbb vagy utóbb minden igazságra fény derül, és minden megvalósul. Ha
Ha valaki esetleg az életében becsaptak, megrágalmaztak, előbb-utóbb ez a bűn büntetésként visszahull az ő lelkére, az ő életére. Mi is szoktuk mondani, akár még pedagógusként vagy szülőként is, hogy ahogy a gyerek viselkedik a szüleivel, ahogy az ember válik általában az embertársaival, előbb-utóbb mindent visszahall. Minden ilyesmit, minden gonoszságot, aljasságot előbb-utóbb az ember visszakap. De ugyanígy igaz az is, hogyha az ember nyílt szívvel tud élni, hogyha az ember törekszik arra, hogy ahol csak lehet segítsen a másiknak, hogy egyenesen, tisztességesen beszéljen az embertársával, különösen a családtagjaival, akikkel együtt él, akkor ez is előbb vagy utóbb mind vissza fog térni az emberhez. Visszakapja az ember mind azt a jót is, amit másokkal tett. Lehet, hogy nem pont úgy, ahogyan az ember maga vágyik rá, vagy ahogyan számítana rá. Lehet, hogy nem attól a családtagjától, akivel ő annyi minden jót tett. De valaki ott fog állni mellette. Valaki segíteni fogja akkor, amikor éppen ő lesz bajban, ha ő maga is jó ember volt. Aki hívő ember, és aki hisz abban, hogy a Jóisten maga az igazság, az igazságosság, az bátran hihet és remélhet abban is, hogy az életben előbb-utóbb minden a helyére kerül, és mindent visszakap az ember, amit tett, vagy éppen nem tett az életében. Petőfinek ez a mondata, és annak a hívő módon való értelmezése tulajdonképpen két dolgot taníthat nekünk is. Egyrészt azt, hogy mi is bízzunk abban, legyünk hívők olyan értelemben, hogy a Jóisten igazságossága előbb-utóbb mindent elrendez. Másrészt pedig tartsuk ezt figyelmeztetésnek is, éppenséggel a saját magunk életével kapcsolatosan. Mindaz, amit mi teszünk vagy nem teszünk, az előbb-utóbb nem örök törvényszerűséggel, és nem kérlelhetetlen bírói ítéletként, de valamiképpen visszahat mirány is. Aki goromba a másikkal, aki folyton lezárja magát az embertársainak, nem segít, nem hallgat meg, nem figyel, az ugyanezt fogja visszakapni. Hiszen az ember oda nem szívesen megy újra, ahol egyszer már belégyúgtak. Az ember azt, hogy valakit nem szívesen kérdezi meg, aki egyszer már megmartanott. Örök törvényszerűség. Az emberi életnek egy örök törvénye ez. Kedves testvérek, mindezt azért szerettem volna a mai ünnepen, a Szentbeszédnek az első felében felidézni, mert a mostani evangéliumban is tulajdonképpen valami hasonlóról hallhattunk. A szűzanya, a mai ünnepnek az ünnepeltje, Mária még várandós kis Jézussal, az ő gyermekség történetét olvashattuk Lukács evangéliumából. És Mária segíteni indul a rokonához, Erzsébethez, mert értesült arról Mária, hogy az idősebb rokona is már várandós, és majd életet fog adni keresztelő Jánosnak. Mária pedig segítségre akar sietni ennek a rokonának, aki szükséget szenved. És ennek a két asszonynak, ennek a két kismamának tulajdonképpen a találkozásából egy nagy örömünknek keletkezik. Ezt olvashattuk a mai evangéliumban. Amikor Mária köszönti Erzsébetet, akkor nem csak a két asszony érzi meg egymásnak a közelségét, hanem az evangélium titokzatosan azt is meg akarja mutatni, vagy érzékeltetni akarja, hogy a két gyermek is felismeri egymásnak a jelenlétét, ott abban a kivételes pillanatban, ott abban a szobában, ahol együtt voltak. És emiatt, ahogyan Erzsébet fogalmaz, felújongott méhe alatt a magzat. A két kismama mellett a két kisgyermek is örvendezik egymásnak. És erre csak akkor volt lehetőség, csak azt tette ezt lehetővé, hogy Mária úgy döntött, hogy a saját maga várandósága ellenére a korabeli útviszonyok között, amikor egy ilyen utazás akár hetekben, hónapokban is telhet, és nem kis kockázatvállalást jelent, de mégis ő ezt vállalja. És aztán mostani evangéliumnak a második fele Mária egy imádságát örökíti meg. A Magnifikát imádság, a magasztalja a lelkemet az Urat imádság egy nagyon ünnepélyes és sok-sok ószövetségi idézettel átítatott szövege a hálaadásnak a Jóistenért. Mária, és tulajdonképpen általa minden hívő ember is hálát ad a Jóistennek. Nagy dolgokat művelt velünk a hatalmas, szent az ő neve. Ebben
tulajdonképpen ugyanaz a gondolat húzódik meg, mint amit Petőfi verse is megörökített. Az ószövetségi választott nép, a zsidóság népe évszázadokon keresztül várta a megváltó érkezését, a messiást, aki Jézusban el is érkezett hozzájuk. Kezdetben nem sokan ismerték fel őt, de akik felismerték, azok abban is jelet láttak, hogy a Jóisten előbb-utóbb mindig megtartja az ígéreteit. Az ő igazságossága előbb-utóbb mindig érvényesül. Ő most is gondot visel azokra, akik hűségesek igyekeznek lenni ő hozzá. Ez az ünnepi örömének, amit Mária elimádkozott, tulajdonképpen ezt a gondolatot fogalmazza meg. A hálaadásnak a gondolatát, és annak az örömét, hogy tudjuk és újra megtapasztaljuk, hogy Jóisten továbbra is velünk van. Kedves testvérek, Máriának ebből a lelkületéből mi is tanulhatunk. A mi életünkben is, itt a 21. században nagyon sok minden történik körülöttünk. Mostani évben, vagy hát tulajdonképpen most már mondhatjuk azt, hogy ebben az évtizedben, 2020 óta újabb és újabb megdöbbentő megpróbáltatások érik az európai embert, illetve hát az EU-t és az egész világot is. A koronavírus járvány, amelyben sok százezren haltak meg világszerte, itt Magyarországon is több tízezer ember életét vesztette ebben a járványban. Próbára tette a türelmünket, próbára tette a lezárások világa, a félelemnek a világa, a betegségért való aggodalomnak a világa. Próbára tette a bizalmunkat az életben, talán még a bizalmunkat a Jóistenben is. És aztán most pedig az a háború, ami éppenséggel zajlik, és azt mondják egyre inkább, hogy ez csak a nyitánynak, egy újabb, szörnyűséges időszaknak, ami az emberiség számára sok-sok megpróbáltatást hozhat, mind-mind olyan pillanatok, amelyek elbizonytalaníthatják az embert. És mindeközben láthatjuk, hogy a hétköznapi emberek Európában, Amerikában, hát az Észak-Atlanti világban és benne itt Magyarországon is egyre inkább hajlamosak elfeledkezni arról, hogy az életük nem csak az anyagiakról, és nem csak az örömök üldözéséről szól, hanem van az életünknek egy magasztosabb szintje, a lelkünknek a szintje, amivel hasonlóképpen fontos lenne, illene foglalkozni. Egészen biztos, hogy el fog jönni az az idő, amikor, ha más nem, akkor a megpróbáltatások majd elhozzák azt az időt, amikor az emberek nagy része felébred ebből a belekényelmesedett világából. Imádkozzunk azért, és talán ebben is számunkra a szűzanyag a mostani ünnepen példa és iránymutatás lehet, hogy hogyan tudunk hűségesek maradni a Jóistenhez. Lehet, hogy nem sokan veszik észre ma sem, de a Jóisten ma is velünk van. Lehet, hogy nem sokan akarnak hallani arról, de a Jóisten ma is irányt mutat nekünk, hogy hogyan lehet igazán boldogan élni, hogyan lehet igazán teljes életet élni. Azt nem az anyagi javakban való bővelkedéstől függ, az nem attól függ, hogy mennyi élvezeti cikket fogyaszthatunk el, hogy mennyire használhatjuk ki az embertársainkat, hanem attól függ, hogy a lelkünk mennyire van békében, hanem attól függ, hogy mennyire tudunk mi a Jóistennek a munkatársai lenni, és az ő hűséges tanítványai lenni ebben a világban. Imádkozzunk a mai szentmisében azért, hogy ez az egyházközség, a mi családjaink, a mi közösségünk, ahol élünk, ahol munkálkodunk, ahol tevékenykedünk, valamiképpen mindig a Jóistennek az útját keressék a maguk életében és a közösség életében. Kérjünk ehhez példát a szűzanyától, aki a maga életében mindig ugyanezt tette. Kereste a Jóistennek az akaratát, és igyekezett azt megvalósítani maga életében. Engedje a Szentlélek Isten, hogy valóban önök is, mi is mindannyian ilyen emberek kívánhassunk, keresve a Jóisten akaratát, és amennyire csak lehet, szolgálva az igazságot, a szeretetet, a megbecsülést, a tisztességes életet ebben a világban. Adja Isten, hogy így lehessen. Amen. Hiszek az egy Istenben. Istenhez szövő fiával, aki az Atyához született, az idő
Testvéreim, Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Kérjük mennyei atyánkat, hogy mi is elnyerhessük a Szentlélek kegyelmét. Adorunk, hogy Szűz Mária közbenjárására püspökeinket és papjainkat és egész hívő népedet töltse el a Szentlélek kegyelme. Ad, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy Szűz Mária példáját követve, mi is készen álljunk fele barátaink megsegítésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerhessük Urunknak édesanyját. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük majd át. Kérünk, kérünk, hallgass meg minket! Jóságos mennyei atyánk, engedd, hogy Szűz Mária közbenjárására a Szent Lélek irányítsa a mi életünket is, és az ő vezetésével eljuthassunk a mennyei örök hazába, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen.
Kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adati. Íme hitünk szent hitva. Ezért fiat halálát és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíved a dolog egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, János és Szabolcs püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, különösen is elhunyt Katalin testvérünk, akiért a Szent Mise áldozatot felajánljuk, és mindazokból, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörünk kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Amen. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek keresztében, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint, így imádkozzunk. Mi Atyára, legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen érzésünk közöttünk.
Könyörögjünk. Magasztaljon téged egyházat, Istenünk, mert nagy dolgokat cselekedtél velünk, ad, hogy egy szülött fiad, akit anyja méhében keresztelő Szent János újjókba köszöntök, mindig örömmel fogadjuk szent lakomában, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Szeretettel hirdetjük a testvéreknek a következőket. Itt a kenyeri templomban a jövő vasárnapi szentmisét elmúlt Ilona édesanyáért ajánljuk fel. Templomtakarítók lesznek a következő hétre vonatkozóan Standi Tiborné, Szabó Ferencné, Takácsné, Horváth Ágnes. Isten fizesse meg mindnyájunknak a szolgálatát. És a szabad, így a szentmise végéhez még egy, pontosabban a kettő pontot tennék hozzá. Az egyik, hogy a mostani vasárnapon országosan az úgynevezett Péterfélér gyűjtést tartottuk, tehát a belső adományokat majd a Szent Atya jótékonykodásának a szándékára fogjuk továbbítani. Isten fizesse meg az ilyen jellegű felajánlásaikat is. Végül pedig, a szabad akkor ugye szentmise végén bemutatkoznék. Tamás atya vagyok Szombathelyről, Premontrei a Csornai apátsághoz tartozom, de Szombathelyen szolgálok, és Rihárd atya, Fribános atya engem kért meg, hogy most kivételesen helyettesítsem őt. Köszönöm szépen, hogy együtt imádkozhatunk, együtt ünnepelhettük a szűzanya ünnepét a mai ünnepen, a mai napon, és kérem, hogy a Jóistennek az áldása valóban legyen önökkel. Nagyon szép vasárnapot és Istentől áldott jövő hetet kívánok mindjártnak. Fogadják Isten áldását. Az Úr legyen veletek! És a teremtetben! Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Isten véget ért, mondjuk áldást az Úrnak! Istennek legyen áldása!